Szép estét mindenkinek! Én Varga Bálint vagyok, és ma 2022. február 17-e van. Azt mondják, hogy jó estét, remélem, hogy hallatszik a hang. Zoomon vagyunk, és minden jól működik, úgyhogy mehet a mai esti konferencia, mint minden héten horvátul, és csütörtökön pedig magyarul 7 órakor. Köszönöm szépen a visszajelzést. Ma nincs olyan sok információ, de ahogy megígértem a múlt heti épp az első 15-20 percben nem sikerült felvenni, vagyis felvettem, de kitörülte a program, úgyhogy megismételem azokat a fontos információkat. Ugye mi is érdekel a befektetőket, mindig a legfontosabb dolog érdekel, hogy mikor megy ki a tőzsdére a cég, mikor lesz osztalék, mikor tudunk visszakapni valamennyi befektetett pénzt, és ezekről a témákról ugye nagyon kevesen beszélnek. Ma megnéztem a Vladimir Maslownak a konferenciáját. Higgyétek el, hogy egy mondatot se nem tudok átadni. Igazából beszélt néhány projektről, amit Oroszországba terveznek, de az még igazából csak terv, és két olyan várost, ami 7 kilométer egymástól, vagy olyan város része, azt szeretnék majd összekötni, úgyhogy ez az egész, erről beszélt az egész konferencián, úgyhogy nincs tőlük ma új információ. Amit a netten meg különböző weboldalokon összeszedtem, meg a múlt heti, azt elmondjuk akkor ebbe a konferenciába. A Anatoly Eduardovics Junicki, aki alapította ezt a céget, meg ezt az egész technológiát, aki egy feltaláló, ugye, és az egész életét belefektette ebbe a projektbe, erre a technológiára, és ő vezeti a családjával ezt a céget. Több mint 600 mérnök, programozó, dolgozik, tervezők, akik általában Minszbe vannak, Marina Gorkába és Sárdzsába emírségben. Úgyhogy ez a három központ. Most még mindig a belorusszi központ a fő központ, mert ottan sokkal olcsóbb a tervezés, meg felépítés, kb. Háromszor olcsóbb, mint Dubajba, és ottan azért kevesebb pénzből többet meg tudnak csinálni. Még ez az üzlet, ez ugye most válik át a startup cégből, ezt még tavaly már bemondták, hogy a cég elkezdett saját maga is keresni, de még mindig függ a befektetőktől, csak ahogy említettem múlt héten is, és hallgatom ezeket az orosz előadókat, akik a cégnél dolgoznak, úgyhogy minden szerint az idén teljesen lábra áll, talpra áll a cég, és lesz annyi mennyiségű pénz neki, nem csak hogy talpra álljon, hanem hogy jövőre külön tesznek egy 20% bevételi pénzt, amit kapnak előleget is, ez a Vladimir Maslow szerint, úgyhogy ezt a 20%-ot összegyűjtik, és jövőre akkor ez a terv, hogy jövőre fizessenek osztalékot. Az sokszor az emberek félnek, hogy osztalékot csak olyan cég fizet ki, aki a tőzsdén van. Ez nem igaz, mert vannak olyan cégek, akik nincsenek ki, nincs szükségük kimenni a tőzsdére, és fizetik az osztalékot lehet, hogy 5 vagy 10 éven. Úgyhogy a Skyway is tud majd fizetni osztalékot. Ez egy különleges húr technológia, ami a szállítást az egész világban meg tudja változtatni.
Nagyon nehéz elindítani egy ilyen nagy projektet, különlegesen, ha nincsenek nagy befektetők, nem állnak bankok, vagy milliárdos üzletek mellé, mint például a Musk, a Tesla. Úgyhogy a Junicki elindított még 2014-ben egy crowdfunding opciót, amivel kis befektetőkkel elkezdte összegyűjteni a pénzt. És olyan helyzetben vagyunk most, hogy tavaly 4 szerződést írtak alá, és az idén még legalább 10 új célprojekti szerződést írnak alá. Ez általában az Egyesült Emírségben, meg ott a MENA régióban, de Ázsiában is van. Itten nincs beleszámítva még az európai projektek. Mi most tegnap felkértük a Oleg Zareckit, hogy küldjön a horvát miniszterelnöknek egy meghívót, mivel nem tudom, most jövő héten azt hiszem, hogy megy egy horvát delegáció a miniszterelnökkel, és meghívtak Sárdzsába. Most én is kaptam ezt a levélmásolatot. Épp érdekel, hogy ki fognak-e menni. Nagyon szépen megfogalmazta angolul, és küldött egy különleges meghívót, meg beletette a weboldalukat, úgyhogy ha valaki ezt megnézi, lehet, hogy jó ötletnek tartsa. Ez egy barátom és partnerem, aki kicsit aktív ezekbe a ilyen projektekbe, nagyon érdekli, nagyon aktívan csinálja a Skyway-t is, építi az üzletet, és ő hozzájárult, hogy ez meg legyen. Úgyhogy mindenféleképpen dolgozunk aktívan, segítsük a projektet, úgyhogy hozunk új befektetőket is, meg reklámozzuk a célprojekteket is. Bár én mindig mondom, még mindig mondom, hogy még mindig elég túl korán van, de azért jó egy kicsit megismertetni, ugye én is Macedóniába, meg Koszovón is, Zágrábba, meg több városokba, Magyarországon is már tartottam ilyen célprojekt bemutatót, csak akkor még a cégnek nem voltak meg ezek az engedélyek, nem tudott mit mutatni, és akkor nehezen indult el az egész, de tudják az emberek, tudják azok, akinek kell tudni, és lassan, 1-2 év múlva lehet, hogy már oda is jutunk, hogy lesznek konkrét megrendelések, aláírások, szerződések, úgyhogy ezen a téren is dolgozunk. A kis befektetők 2014 óta megszerezték a pénzt erre a projektre, és ez egy hosszú távú finanszírozás. Most van szerencsék, hogy bejöttek olyan országok, például mint Nigéria, ami tegnapi konferencián a top experteken elhangzott, hogy 80% finanszírozást ők viszik ebbe a pillanatba. Nem a Nigéria, hanem a Vietnám, bocsánat, a Nigéria a második. A vietnámiak, ők nagyon jó meg vannak szervezve, és nagyon sok infót tartanak, szemináriumokat, találkozókat, és lelkesen csinálják ezt az üzletet. Lehet látni, én barát vagyok egy valami 30 vietnámi vezetővel, és látom, hogy mennyire motiválják minden nap az embereket, és jól-jól működnek. A kisbefektetők a SkyWorld Community, volt Skyway Capital, keresztül be vannak jegyezve, és minden befektetés a RSS Holdingban be van jegyezve. Úgyhogy a SVC megszerzi, eladja ezeket a tulajdoni hányadékot, és utána havonta egyszer
átküldi a RSS holdingokba, úgyhogy mikor osztaléki fizetés lesz, vagy a cég kimegy a tőzsdére, akkor ezeken a holdingokon történik ez meg. A UST Unitsky String Technology, az a irányító cég és a GTI meg a SkyWay technológiának a tulajdonosa. És ahogy már mondtuk, ezen a három holdingon megvan még az a RCG alapítvány, ami Amerikába és megadta, hogy amerikai állampolgárok is lehetőség van befektetni ebbe a projektbe. Az első kör úgy fog működni, hogy a 20% az előleg, így mondja a Maslow, félre lesz téve, és ezt a pénzt összegyűjtik, úgyhogy jövőre már tudnak, ha akarnak, ugye ezt is hozzá kell adni, ki tudnak fizetni valamennyi osztalékot. A következő második kör az akkor lesz, mikor felépítik ezeket a projekteket, és elindulnak utazni az emberek, és ahogy veszik a jegyeket, akkor abból a pénzből akár 35% is, ez is a Maslownak a konferenciából van, 35%-ot is ki tudnak fizetni, akkor sokkal kevesebb lesznek a kiadások, ottan nem lesz építkezés, de a fenntartás a munkásoknak, és a cég egy részt félre rak, mert cég saját maga, és akar majd felépíteni célprojekteket. Ez nekünk azért is jó, mert mi az összes projektből, amit kiépít a cég az idén, jövőre, 10 év múlva, mi mindig megkapjuk a 20-35% osztalékot. Mert mi a cégbe fektettük be, az alapítványba, és alapítói tőkébe, és mi résztulajdonosok vagyunk. Azok, akik külön finanszírozzák majd a külön projekteket, akkor ők csak abból a projektből kapják. Azért ezek a részvények nagyon-nagyon értékesek lesznek. Most nem úgy mondom, hogy 10 vagy 15 vagy 20 dollár is lehet a tőzsdén, az is természetesen érték, hanem értékes lesz nem eladni a részvényeket, hanem meghagyni, hogy fizesse az osztalékot a következő 50-100 évig, és nekünk is, a gyerekeinknek, unokáinknak is ebből majd lesz jövedelem. Az újdonságok, szerencsére a cég elég jó vezeti ezeket az akciókat, promóciókat, és most újból elindult a Face of the Future, ez a befektetési ajánlat, ami 1,90 diszkonttal jár. Igaz, ez nem pici részvénycsomag, mert 5000 dolláros, és azt mondják, hogy legalább február 25-ig, ahogy ismerjük őket, mindig meg szokták hosszabbítani még 3, 5 vagy 7 napig, de nem kell számítani 100% erre. Úgyhogy ha valaki akar egy ilyen szép csomagot és hologramot a Ecotechno Parkba, akkor ki tud választani, két csomag van. Egyik csomag egyszerre kifizeti 5000 dollárt, és 450000 tulajdoni hányadot kap, az diszkont 90. Mit jelent ez a diszkont, ha még valaki nem tudja? Az azt jelenti, hogy 1 dollárért 90 tulajdoni hányadot kap, és úgy tudjuk, hogy egy tulajdoni hányad, mikor kimegy a tőzsdére, akkor az részvény lesz már, és 1 dollárral indul. Szóval matematikailag 1 dollárból 90 dollár lesz. Ezt nem tudjuk most megmondani, hogy egy év múlva, 2, 3, vagy esetleg még, de ha 5 év múlva is, ez egy nagyon-nagyon óriási, nagyon jó jövedelem. Itten nincsen manipuláció, tőzsde, kereskedés, forex, mit tudom én, kripto, hanem itten a cég épít
kezd, épít célprojekteket, felépíti ezeket a pályákat, legyártja a járműveket, és ez egy valódi érték lesz a cégnek. Itt nem lesz olyan oszcilláció, hogy ma $2, holnap meg $1, holnap után meg $5, itten nagyon-nagyon lassan fog emelkedni, de minden célprojekt kiépítése után az biztos, az természetes, hogy a részvények többet fognak érni, a cég többet ér, és nagyobb lesz a osztalék kifizetés is. A másik csomag azt úgy lehet, hogy $500 kint 10 hónap részletfizetése le lehet fizetni. Ugyanannyit kapni, 450 ezeret, és mindenki saját maga ki tudja választani, úgyhogy én most ezekből a múltkoriból vettem, két csomagot, úgyhogy ezt most kihagyom, de ez, aki nem sikerült venni neki, ez nagyobb diszkont, ugye? Mert a 1 a 90, ez ettől nincs nagyobb diszkont, bármilyen csomagot, ha $100,000 fektetünk be, akkor se kapunk ilyen jó diszkontot. Hogy aktiváljuk ezt a csomagot, bent kell, hogy legyen, vagy $5,000 az egész csomagra, vagy $500, ha részletfizetésre indítsuk el. Nem lehet rezerválni ezt a csomagot, és akkor mit tudom én 2 hét múlva fizetni. Ezt nem értettem jó, mert valahogy nincs jó lefordítva, néztem a magyart is, meg a horvátot. Úgy értettem, hogy legalább a horváton úgy írja, hogy minden részletcsomag, amit fizettünk, az ki kell, hogy legyen fizetve, és akkor tudjuk ezt elindítani. Na most nekem vannak csomagjaim, és el tudtam ezt indítani, ugye próbánként, úgyhogy rossz a fordítás, nem néztem az angolt meg oroszt. Úgyhogy ha már fizetünk is 1-2 csomagot, akkor is ezt el lehet indítani, csak annyi pénz rajta kell legyen a számlán. És természetesen ki kell tölteni még egy külön adatlapot, hogy milyen adatok legyenek, meg milyen járművet választunk ki a hologramra. Ezt, ha valakinek kell esetleg még segítség, akkor tud a szponzorához kérdezni. A múlt héten a kuponrendszerek megújultak, és most 3 fajta kupont lehet megszerezni. Egy az egyel az 10%-kal növeli meg, a 1-2-vel az 20, és 1-5 az 50%-kal növeli meg. Nem tudom, nem tettem be. A kuponokat hogy lehet megszerezni? Saját befektetéssel, már $200, csoportbefektetéssel és a csoport növekvéssel is kaphatunk ilyen kuponokat. Ez a kuponrendszer, ez megvan a webirodában, magyarul le van szépen írva. Ha valaki ugye esetleg el akarja olvasni, egy 5 perc el tudja az egészet olvasni a webirodában. A jordáni képviselők látogatták meg legutoljára, ez még a SVC-be nincsen benne, ezt a RSV információ, ők már beletettek, ott találtam. Úgyhogy ez egy ilyen cég, aki, hogy is, Isten, egy modern high-tech vállalkozás, amely intelligens rendszerekre és alkalmazási megoldásokra speciálózódott. Úgyhogy nekem van egy jordáni barátom, itt él már 30-40 éve Eszéken, és szokott járni oda, ott vannak neki a testvérei, meg a rokonai. A jordán az egy modern, elég közepes gazdaságú ország, és modernen gondolkodnak, ugye? Úgyhogy ez is lesz egy potenciális piac. Én látom, hogy a sárgyai dolgozók, ez nem a Junicki intézi eztet, ez a Oleg Zarecki, meg nem tudom még ki ottan, ők igazán nagyon dolgoznak azon, hogy reklámozzák. Ugye az a
nem is tudom, milyen neve volt neki, valamilyen Zelenszky vagy mi, a múltkori igazgató, egy nem tudott angolul, hanem tolmáccsal kellett neki, és nem tudta így megszervezni ezeket a delegációkat, ugye, meghívni. Ottan a Expon azt tudjuk, hogy van egy stand, ahol keresik a komoly delegációkat, ugye tudjuk, hogy a Lesocói királyság egész csapat ott volt, akkor a kolumbiai, portugál, El Salvador, úgyhogy tudjuk sorolni rengeteg országot, az idén szerintem az egész világon megismerik a UST technológiát, ugye? Most Unitsky String technológia, nem Skyway többet. Mi használhassuk, mint befektetők a Skyway nevet, ez maradt nekünk a befektetésre, de UST, ez egy rebranding történt meg most néhány hónapja, azért, hogy a következő 10 évbe ne kelljen sok pénzt befektetni, meg elválasztották a befektetést a technológiával. Ha meglátjuk, a befektetőket ritkán tudjuk, hogy kifektet be valamilyen új cégbe, új technológiába. Mindig megvan az a feltaláló, megvan a csapat, aki azt csinálja. A befektetők meg valahol mindig olyan halkan nem jelennek meg, mert egyik befektető se, ugye, nem nagyon szereti megmutatni, hogy mennyi pénze van neki, itten óriási pénzekről van szó, úgyhogy a mi legnagyobb befektetőnket, aki megvette a 11. fázist, 25 millió dollárt befektetett, azt se tudjuk, lehet, hogy nem is tudjuk meg soha, hogy ki volt az, azt tudjuk, hogy valami arab országból van. Egy másikat tudjuk, ezt a szlovák embert, aki azt hiszem 3,5 millió dollárt fektetett be, meg az az első orosz, aki 1,5 millió dollárral még nem tudom 2010-be befektetett, és mikor a Unitsky a Ecotechnoparkba az első járműveket elindították, akkor meghívta őt, és van egy kép, nekem megvan az a kép, úgy csodálkozott az ember, hogy az ő már lemondott arról a kis pénzről, mi az a 1,5 millió dollár, és nagyon csodálkozott, hogy mennyi részvénye lesz neki most, meg hogy mennyire elindult ez az üzlet. A Dubai városa és a Sárgya, ugye mindjárt csak egy kanál is van közöttük. Ez egy világközpont, és nagyon-nagyon jó, hogy egy ilyen országba, egy ilyen helyen tudott elindulni. Én pillanatnyilag nem tudom, kikapcsolom a Skype-ot, nem tudok jobb országot és jobb várost a világon, ahol jobban be lehetne ezt mutatni. Még az is nagyon fontos, ugye, sokszor említem, hogy a Dubai is, meg a Sárgyai Sheikh is, nagyon-nagyon, meg szerintem a Abu Dhabi, aki a miniszterelnök, és mert a Dubai Sheikh, a Mohammed bin Rashid, ő a miniszterelnöknek a helyettese, premier, ha ő is miniszter valahogy. Ő úgyhogy a legmagasabb szintű vezetőség, ők hozzájárulnak, hogy ez ottan fel lehessen építeni. A legfelsőbb liga partnereik voltak, most nemrég ottan Dubajban, meglátogatták a Expot, tartottak egy szemináriumot, ez egy oroszul meg angolul, ez azt hiszem, hogy mind csak oroszok. Egy csapat, akik a Natalia Ivanova meg Alexei Suhodejev, ők tartsák ezeket a tréningeket, és nagyon jó elindult nekik is az üzlet. Ez egy ilyen hosszú távú tréning képzés, amin átmennek ezek az emberek, hogy jobban tudják építeni a csapatot. Ez nekünk a SVC-be ez mindig lesz, és bárki akar későbbiekben is dolgozni,
akkor lesz neki lehetőség, most sajnos csak ezen a két nyelven, úgyhogy nem tudjuk a többi nyelveket. A Junicki az azt kijelentette, hogy minden valódi üzemet ki tudnak építeni, fel vannak készülve, mint technológia, mint gyártás, úgyhogy bárhol a világon alá tudják írni a szerződéseket, és tudják már felépíteni és üzembe helyezni. Egy célprojekt általában egy és fél, maximum három és fél év, hogyha nagyon nagy, meg mit tudom én, több száz kilométer projekt, annyi időbe kell, hogy felépítsék. Ez nagyon gyorsan megy, mert annak időben, amikor elindultunk, azt mondták, hogy a naponta egy kilométert fel tudnak építeni, és ez igaz, mert az oszlopok minden 200 vagy 400 méterre épülnek, úgyhogy van egy jó csapat, akkor most már van tapasztalata a homokba is, földön, mocsárba, mindenhol tudják már építeni. Egy régi ismerősök, aki ismeri már ezt a technológiát, a Jurabek Kirzibekov, ő egy pakisztáni képviselő, aki a belorusi kereskedelmi és iparkamarába dolgozott, és ő is most nemrég meglátogatta a sárgyát. A OST központja 280 ezer négyzetméter területén van a sárgyai parkban, és a legnagyobb területe van. Itten a sárgyai parkban 200 innovatív céget akarnak ide helyeztetni, hogy itt legyen a világ központjuk, és minden ilyen innovációval, ami a egészségügyi, a vízre, akkor a egészséges étel készítés, gyártás, erre minden ilyen vonatkozó, és most nagyon nagy gond a műanyag a világon, mert rengeteg hulladék van, és nem tudják fel újra hasznosítani, és most arra megy a világ, hogy kitaláljanak egy olyan lebomló műanyagot, amit nem lesz ilyen nagy gond. Tudjuk, hogy az a műanyag a tengerbe is, mindig ugye lássuk azokat a teknős békákat, meg madarakat, egyszerűen megfulladnak tőle, de rengeteg folyókban is benne van, és ilyeneket akarnak ide helyeztetni, ilyen innovatív cégeket. Azt mindig a bemondókat, a Hussein al-Mahmoudi, mikor tartja a konferenciákat, minden videón, minden YouTube-on ugye a OST-t megemlíti, és mindig hívja a mindenhol a világról, hogy megismerik ezt a technológiát. Akkor ugye nemrég volt a Mohamed Tahir Lahani, ez is egy ilyen üzletember, aki meglátogatta a fiával, úgyhogy ezek a képek, ha más információ nincs, akkor legalább három ilyen delegáció hetente meglátogassa. A El Salvadorból, ez egy közép-amerikai ország, aki Guatemalával van határ, és itt is elindult az aktiváció, itt is keresik a partnerek, a befektetőket, meg később ugye ez a találkozóról beszéltek a több ilyen célprojektről, úgyhogy mindenhol a világon lassan megy be. Ha meglássuk, az egész Dél-Amerika, ahogy elkezdték Uruguayba, Brazíliába, legtöbbet Peru, Hondurasba, meg most El Salvador, lassan ezek az országok is mind megismerik ezt a technológiát. Úgyhogy egy nagyon nagy lehetőséget látunk, és egy hosszú távban
az egész világot be lehet hozni. Kitörültem ezeket a szlájdokat, a Kanadából is van érdeklődés, és ott is a tárgyalásokon említették azok, akik természetesen voltak a SRT Parkba, Sárgyába, és azok mondták, hogy milyen jó megoldás, hogy miért nem csináljuk mink is ezt. Úgyhogy lassan mindenhol megismeri. A UST folyamatosan bővíti a technológiát. Volt még 2-3 ilyen hír, de nem tettem be, mert mindenki el tudja olvasni, és nem mindig csak erről a technológiákról beszéljünk, de ez egy nagyon fontos, hogy a akkumulátorra, ami 5-ször hatékonyabb, akár még 5000 töltési ciklus is képes lesz ellenállni. Az autók olyan 1000-1500 ciklussal járnak. A Unitsky az egyszer kijelentette, hogy olyan akkumulátorokat készítenek, ami 24 órán tudja használni, és nem kell tölteni, szóval a városban 24 óra hosszáig mehet a jármű, nem kell városi kapcsolat az áramra. Egyrésztben azért, mert nagyon keves villanyáramat használnak, a másik az előny, hogy ezek a járművek fent vannak, és nincsenek gumi, nincs sok fékezés, meg minden olyan, ahol az energia elmegy, és nem hasznosítsák fel. A Unitsky dolgozik azon, hogy a új csapatokat bevonják, munkát adnak, Fehéroroszországi Állami Műszaki Egyetemmel kötöttek egy megállapodást. Egyik konferencián, amit ő beszélt ottan Minskben, nem tudom, most az első, vagy a második, amiken voltunk, akkor azt jelentette ki, hogy 10 éven keresztül 100 000 munkás fog dolgozni a Skyway-ban, vagy mint munkás bent a gyárba, vagy a projekteken, vagy indirekt valamit fog tervezni, vagy valamit csinál. És legalább 100 projektet akar 10 éven belül felépíteni. Én gondolom, hogy ezt még megteheti, még ő is, ameddig él, mert ha elindul most minden évben, most induljon el 10 vagy 15, jövőre 20, 2 év múlva 30, 6-7 év múlva 100 projekt projektírozásba, építkezésbe, nem lesz ugye mind elindítva, de ez mind elindul így, akkor már emeli az értéket. Ami nagyon fontos, ez egy új téma a világban, új technológia, és minden legapróságra, még a vastagság a unibusznak, a üveg vastagságot is kimérték pontosan, milliméterbe, vagy még annul is pontosabban. Minden apróságot, minden, hogy megkapja az engedélyt, és hogy megfeleljen a ISO és a TÜV certifikátoknak, úgyhogy minden ezek a műbizonylatokat meg kellett szerezni nekik. Minden olyan projekt, ami majd indul, azt folyamatosan, ahogy elindul, ahogy tervezik, úgy kérik majd az adott országba az engedélyt. És ha már egyik projekt megkapja, akkor a másik már simán mehet tovább, mert mit kell csinálni? Ha kiépítettek egy 20 kilométert, és azt mondják, még 30 kell, akkor csak csinálják tovább még 30-at. Ugyanúgy, mint építenek bármi mást. A gyártás most akár 10 000 unibuszt is tudnak évente legyártani, és 4 hónap alatt bárhol a világon fel tudnak emelni egy csarnokot, és elkezdeni a gyártást. Úgyhogy erre készen állnak. Ahogy indulnak a célprojektek az adott országokba, ottan majd nyissák ezeket a
központokat, és amit egy 2-3 hete olvastam, hogy partner cégekkel is fognak majd dolgozni, a gyártásban is, mert sokkal gyorsabban fog működni, ahogy csinálja az autó gazdaság is. Ugye egy Mercedesnek nem tudom mennyi, 280 vagy még több ilyen beszerzője van, és egy kerékabroncsot egyik gyártó csinál, egy ülést másodikat, a kormányt egy harmadik, a Bosch pumpát azt a Bosch csinálja, és így csinálják majd ők is. Úgyhogy ez is helyi és meg nemzetközi gyártmány lesz, de a Junickinak a receptje szerint fogják ezt mindent felépíteni. A csúcs, amit felépítenek, az egy pálya, ami 500 km sebességgel és Abu Dhabitól fog elindulni a Dubai fele, eleinte 20, később még 10 km, és akkor már tudják akár 600 km-re is tesztelni, de a Junicki azt mondta, hogy előbb 250 km-re, akkor minden 50 km-nként emelik az engedélyt, és az átlag sebesség akár 450 km is lehet, de képes lesz felgyorsulni, ha elég hosszú pálya, 600 km-re. Ami azt jelenti, hogy egy másfél óra taxizás Abu Dhabi-Dubai, ez le fog csökkenni egy 15-20 percre. Erre keresik a befektetőket, az első 20 kilométerre kiszámították, $230 millió kerül, és a másik, amit mond a Maslow, ha 15. fázis is elindul, és találnak olyan befektetőket, akik képesek megvenni ezeket a fennmaradó tulajdoni hányadot, és befektetnek ilyen célprojektekbe, akkor a finanszírozást ugye be fogják fejezni. Ez úgy fog megtörténni, hogy megmondják, hogy van még, mit tudom én, 30 nap, eddig még lehet venni, és kész, akkor teljesen befejeződik, akkor nem lehet venni, nem tudunk másoktól se venni, mert az nem megengedett, és csak akkor, mikor kimegy a cég a tőzsdére, akkor lehet majd venni, de úgy tudjuk, ugye, hogy $1. Most még mindig megveszük néhány dolláros centért, úgyhogy én tudom, hogy mindannyian sajnálni fogunk, 99% sajnálja, hogy még nem vettem még egy ilyen jó csomagot. Minden olyan országgal és területen, ahol érdekelt, ezt tudjuk, hogy már Ausztráliától, India, Vietnam, több ázsiai országokba is már elindították a beszélgetéseket, a projekteket is, úgyhogy mindenhol a világon. A gyárak, ugye már említettük, azok már megvannak, a Minskbe és a Marina Gorkába, ezt már tudjuk, ezeket a képeket, a gyártás is. Ilyen képeket, ha tudtuk volna mutatni régen, ugye mi csak katalógusokban dolgoztunk, 2015-ben kezdték építeni a Marina Gorkát, még 2019-ben, azt hiszem, akkor voltunk utoljára ottan, 2017-18-19, igen, ebbe a három évbe, és óriási fejlemények lettek, minden évben külön át, úgyhogy lehetett látni, hogy mennyire haladnak előre. Most gondoljuk azt, ha egy-két év múlva elmegyünk Minskbe, Marina Gorkába, és újból meglássuk, hogy mit csináltak. De minél több ilyen pálya, de a Sharjah-i pálya az természetesen az mindjárt operatív lesz, és az mindjárt szállítsa a tehert is, ugye egyik a 2004 kilométeres, amit most májusra tervezik befejezni, mert hiányoztak
Épp ma olvastam az újságban, hogy bármilyen ilyen vas, vagy valami, vagy műanyag, ugye autó gyártók is, minden hiányzik nekik, és most annyira megdrágultak a használt autók, hogy van olyan, ami fél éves vagy egy éves autó is drágább, mint a szalomból a vadonatúj autó. Mert nem lehet rendelni, sokáig kell várni rá, egy-két évet, valamelyik modellekre még többet is, úgyhogy hiány van a pandémia véget, és ezt sajnos a Skyway is megérezte, és ezért nem tudták a Sárgyába a kitervezett szerint az időre felépíteni, mert novemberre kellett volna, hogy kész legyen, mert nem jöttek meg ezek az acél zsinorok. A Sárgyai Központ az nagyon jó bejött nekik, mert sok delegációt ugye oda hívnak. Itt lehet látni, hogy ez az állomás is még épült, ez már igaz egy hónapi kép, vagy kettő, mert tavalyi. És lehet látni, hogy ez a két pálya 2,4 kilométeres, valamelyik nap valaki ottan videózta, ez tegnap előtt azt hiszem feltettem a Skype csoportba is, meg a Facebook csoportba, és ment taxival is levideózta az egészet, olyan este fele volt már. Lehet látni, hogy milyen hosszú, és ez a két pálya, akkor most Szolár František azt mondta, hogy májusban úgy látszik, hogy befejezik. Ez mindjárt megy, ez nem csak tesztpálya lesz, ez a Sárgyai kikötőre, utána Dubajba, meg össze lesz kötve biztos a Kaun Fakari másik kikötő, ami több mint 100 kilométer ország másik részén van. A belseje egy mesterséges intelligenciával, blockchain technológiával és Lenovo számítógépekkel, meg Lenovo tárhelyjel kötöttek szerződést, ez is tavaly volt, novemberben, jól emlékszek, úgyhogy én is egy Lenovo számítógépet vettem, most még nem nagyon használom, még egy pár programot rá kell tenni, úgyhogy gondolom, hogy a Lenovo most egyik a legjobb, és megbízható gépek, amik itt lesznek, ugye, majd ezekbe a másik projektekbe is. Nagyon sok vendég meg tudta élőben látni, kipróbálni, megnézni. Ugye ez a teher Unitrack, meg Unicont, ezek 50 tonnát, ha tele van, mert 30 tonnás a konténer, meg 20 tonna a saját maga szerkezet. Úgyhogy 52 tonnát vihet, és ez hihetetlen, hogy ilyen nehéz, ilyen nagy súlyos konténereket is elbír ez a pálya. Ezt én is nehezen hiszem el, mert ugye tudjuk, hogy mi az a 50 tonna. Egy autóbusz 10-12 tonna, ez majdnem 5 autóbusz. És akkor itten folynak a tesztelések, bemutatkozások, reklám, nagyon szépen modern technológiával mutatkoznak be, és nem kell szégyelni egy ilyen technológiát. A új lehetőségek vannak, hogy a Neonváros, a lineáris városokat és a Skyway fel tudja építeni, és összekötni ezeket az épületeket, és külön ilyen modern városokat. Ez is egy óriási-óriási potenciál lesz, mert ahogy a Neom Szaúd-Arábiába, a Emírség is, a Sárgyába is akarnak ilyet építeni, azt tudjuk a Indiába, hogy 200, ha jól emlékszek, 200 ilyen várost akarnak építeni, Ausztráliába is, meg több-több országba, még jól emlékszek, Beográd is, ők is akarnak ilyen okos városrészt építeni. Mit jelenti az, hogy okos város? Azt jelenti, hogy nincs szennyeződés, nem mehet be az autó,
nincs benzin, dizel, csak elektromos, ez a szaúd-arábiai neonváros, ez meg automatizálva lesz, itt az autók se fognak bemenni, hanem az emberek kimennek, és megy a városi jármű. Jó volna, hogy ez Skyway lenne. Szerintem jobb megoldás pillanatilag nincs, modernebb se, és még ki tudja, hogy kiválasszák-e. De ha nem a Neom, akkor lesznek itt még sok-sok másik projektek, ahol megvan a potenciál. Úgyhogy ezeket a legszebb képeket szeretem hagyni mindig utoljára. 2-3 év múlva, ha valaki jár Sharjahba, Dubajba, akkor ottan fognak előbb elindulni, mert ők meg tudják ezt fizetni, és akarják, hogy a Dubai legyen a még jobban az első világközpont, mint üzleti, mint turizmus, mert tudják, hogy még 20-25 évre van gázolaj, és utána nem tudnak, nem számítanak többet rá. Ennyi volna a mai estére, jövő csütörtökön újból találkozunk, újból ez a Zoom link lesz, úgyhogy köszönöm szépen mindenkit, és jó éjszakát, szép hétvégét mindenkinek, és sok sikert az üzletekben!